Mert én nő vagyok, válaszolta az asszony. Ezt nem értem, mondja a kisfiú. Ezt soha nem is fogod megérteni, válaszolta a gyermekét átölelve az anya. Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is. Papa, miért sír a mama látszólag minden ok nélkül? Minden nő ok nélkül sír. Ez volt az apa válasza. A fiúcska felnőtt, férfi lett, és még mindig kereste a választ. Vajon miért sírnak időközönként a nők? Egyszer megkérdezte a legfelsőbb hatalmat. Mondd, atyám, miért sírnak a nők olyan könnyen? Az atya elgondolkozva így válaszolt. Amikor a nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam. Olyan erőssé tettem a vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly gyengéddé, hogy vigasztalást is tudjon adni. Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi, hogy akkor is tovább menjen, amikor már mindenki más feladja, hogy a betegségek és a bánat idején is ellássa családját panaszkodás nélkül. Oly mély érzéseket adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig és minden körülmények között szereti, még akkor is, ha a gyermeke őt mélyen megbántotta. Oly erőt adtam neki, mellyel a férjét minden hibájával együtt szereti és elviseli, és azért alkottam a férfi oldal boldájából, hogy vigyázzon a férje szívére. Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja, egy jó férj soha nem sérti meg a feleségét. Mégis néha próbára teszi a nő érzéseit, határozottságát és kitartását, hogy sziklaszilárdon férje mellett áll-e. És végezetül könnyeket is adtam neki, hogy sírhasson. A könnyek kizárólag csak az övéi, és annyit használ belőlük, amennyire csak szüksége van.